Következő kísérletünk szintén a hőtan témaköréből került ki. A légnyomást fogjuk szemléltetni nagyon egyszerűen. Ehhez van egy szivattyunk, illetve van egy ilyen félgömb alakú búránk, amit könnyen meg tudunk emelni. És egy egyszerű gumicső segítségével a kettőt összekötöttem. Be fogom kapcsolni a szivattyút, ki fogom innen szivattyúzni a levegőt. Nem fogok létrehozni tökéletes vákumot, addig nem fogom működtetni a szivattyút, de arra bőven elég lesz, hogy utána szemléltessük, hogy mekkora a nyomás különbség a külső és a belső rész között. Úgyhogy be is kapcsolom a szivattyút. Hát nem egészen egy percig működött, és akkor most nézzük meg, hogy ugyanolyan könnyen fel tudom emelni a bugrát, és akkor azt látjuk, hogy teljesen odaszippantotta. Rázhatom is, húzhatom, feszíthetem, teljesen oda szippantotta, ugye légnyomás különbség áll fenn. Nézzük meg akkor, hogy ez tényleg így van. Elzárom. Lehúzom a csövet. Ehhez egy kis erőt kell kifejtenem. Jó, sikerült is. És akkor most ugye nyomás kiegyenlítés fog következni. Megnyitom ezt a kis csapot. Jól hallható volt. És simán fel tudom emelni ismét a búrát. Nagyon egyszerű, de könnyen szemlélteti így akkor a légnyomás erejét.